A Nagyító Alapítvány már 18 éve tart ilyen és ehhez hasonló képzéseket Magyarországon és Erdélyben. Tapasztalataik szerint a fiataloknak főként a társas készségek fejlesztésében van szükségük segítségre. Az önismeretben, a kommunikációban, abban, hogy ők tudjanak együttműködni, tudjanak hatékonyak lenni, és ne azt keressék meg a másikban, hogy miben más a másik, hanem azt, hogy miben azonosak. A Vajdasági Ifjúsági Fórum és a Szegedi Alapítvány közös pályázatára elsőként jelentkeztek a Bújai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium képzőművészeti szakának elsősei. Azt mondják, ezen a hétvégén jó kis csapattá kovácsolódtak össze, és a jövőben konkrétan is odafigyelnek majd néhány dologra. Nem mondjuk, hogy mindenki ki szeretne menni például, hanem én ki szeretnék menni, te mit szeretnél? Ez egy nagyon fontos dolog, mert más nevében nem beszélhetünk. Ezen a hétvégén rájöttem, hogy egyáltalán nem nehéz a többiekkel kedves lenni, csak egy picit is, és másképp, és teljesen másképp viszonyulnak mi hozzánk is. Az osztályfőnök azt mondja, már is érezhetően javult az eddig sem rossz kapcsolat közte és a diákok között. Szerintem a családokban is történni fog valami. Nagyon sokat tanultak magukról, egymásról, kommunikációról. Gondolom, hogy tényleg a jövőben még sokáig érezni fogjuk a hatását. A képzésen ezúttal 20-an vettek részt. Többen is jelentkeztek, de mivel ők voltak az elsők, ők jöhettek. Aki erről a pályázatról lemaradt, még bepótolhatja. Februárban újabb képzést szervez a BIFO és a Szegedi Nagyító Alapítvány.